Én soha nem vennék BMW-t, hogyha így veri át a saját ügyfeleit a cég, ahogy meg fogod látni. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozások fejlesztésében, vagy új vállalkozás elindításában. És majd egy nagyon tanulságos történet hoztam el, az elektromos autó gyanán, de valójában a dízelről fog szólni igazából, és egy olyan sztorit hoztam el neked, ami nagyon megdöbbentő. Tehát először megnéztem ezt a dokumentumfilmet, amiről beszélni fog, és egyszer megdöbbentem hogy egyáltalán az állami tévében lehet egy ilyen dokumentumműsor csinálni, egy ilyen felfedő, egy ilyen oknyomozó dokumentumfilmet, és ráadásul azon is megdöbbentem, hogy mit mutat be, hogy milyen nyilvánvaló hazugság és ellentmondásokból áll a kommunikáció. Úgyhogy mi lesz ebből a tanulság? Neked, meg nekünk a siker tanulság? Sikervitamin tanulság, azt a végén el fogom mondani. Úgyhogy nézzük, a CDFN, ami a Zweite Deutsche Fernseh, a hivatalos állami tévé, azon volt ez a bizonyos műsor, ahol gyakorlatilag bemutatták, hogy például egy család, az itt látható családnak milyen BMW-je van, ez egy 4-5 éves BMW lett, körülbelül nem tudom, lehet, hogy a modellből jobban látott te magad, ez egy kicsit régebbi. Mindenesetre a családnak van egy kis gyereke és van egy szép családi ház, amit három éve vettek, és arról beszélnek, hogy gyakorlatilag a férj, aki az autójával dolgozik, már nagyon sokat utazik, mint, mint, mint munkatárs egy cégnél, és be kell menni városokba, különböző városokba, ez a munkájának a része, ezért most, mivel sok városból ki fogják tiltani a dízel autóját, ezért fontos lenne, hogy modernizálni tudja, tehát az SCR katalizátorra föl tudja szerelni, és a TV megkereste a BMW-t, hogy a BMW mit szól hozzá, de igazából a a német kormány és a BMW egyetlen egy dolgot javasol, méghozzá az, hogy vegyél új autót. És itt látható a képernyőn a BMW-nek ez a Harald Krüger nevezetű vezérigazgatója, aki arról beszél szó szerint, hogy az utolsó, vagy a utólagos beszerelésre technikailag nincs értelme. Tehát ő azt mondja, hogy technikailag nincs értelme, meg a a beszerelésnek, és a másik, amit még mondta a hivatalos írásban a BMW a CDF-nek, az ügyfelek számára megfelelő megoldás kifejlesztése kb. három év lenne. Majd a riportban jön tovább egy bizonyos Lothar Dab nevezetű BMW tuner, aki 30 éve BMW ö, szerviz és tuningolással foglalkozik, és ő azt mondta, hogy igazából nem kell fejleszteni ezt a megoldást, mert vannak kész megoldások a polcon. És most gondoltad azt, hogy jó, jó, de hát uh, akkor is, hát az nem gyári BMW alkatrész, és, uh, és hát egyébként is utána beszerelt dolog az a mahináció, és itt tovább. Úgyhogy tényleg ebben lehet valami. Úgyhogy tettek egy kísérletet, a CDF saját kísérletét méghozzá egy független szakértővel, egy Zachfestendigerrel, Unapangig és tehát egy teljesen független szakértővel, Tette, csináltak egy tesztet, egy valós tesztet, valós közlekedési körülmények között, 6 éves BMW X3-assal, hogy a képen látod, Euro 5-ös motor van benne, és ezt tesztelték, hogy mennyi a valódi nitrogénoxidok, tehát a NOX kibocsátása, és gyakorlatilag ez a mérés, a, azt mondja, gyári adat, vagy hivatalos érték a 180 mg per kilométerhez képest, egy egészen megdöbbentő adatot hozott, méghozzá azt hiszem közel, nem egészen, de közel az ötszörösét, tehát 846 mg per kilométer kibocsátás volt. Ezt tesztelték egyébként országúton, tehát hat tesztet csináltak országúton, városban, vegyes forgalommal, vegyes közlekedés, ilyen száraz tempóval, és ez egy, ez egy hosszabb távú tesznek az értéke volt. Ez azt jelenti, ez tulajdonképpen az, amiről ugye szó volt a, a dízel botrányban, hogy nem az a baj, hogy a dízeleket csak ki akarják tiltani, hanem azért, hogy 4,7-szeresével, tehát 4,7-szerese, magyarul 3,7-tel lépi túl, az eredeti, megengedett és általuk megadott értéket, úgyhogy ez egy eléggé megdöbbentő adat, ha belegondolsz, és hát ez emiatt nyilván nagyon sok városból ki fogják tiltani ezeket az autókat, úgy a családnak a, a 3-as BMW-jét, mint itt a, az előbb látott X3-ast. De az utólagos SCR katalizátor beépítése, ahogy mondtam, egy problémás lehet, de ez a bizonyos Lothar nevezetű autotuner, azt mondta, ugyan már, nem kérdezik ez három év, hogy a BMW vezérigazgatója mondta, hiszen készen vannak ezek az eszközök, készen vannak a polcon. És milyen polcon, jó, kérdezheted? A BMW gyári polcain, tudni, BMW gyári alkatrészben meg lehet ezt rendelni, csak Európában ezt nem hajlandó forgalmazni a BMW, úgyhogy a teszthez Amerikába mentek ki, és Amerikából hozták meg az alkatrészeket. Döbbenet, hogy beszéltek például egy szervizzel, és a szerviz elmondta, hogy 2000, azt 2008 vagy 10 óta, de szerintem 8 óta, tehát nagyjából 10 éve, de több mint 8 éve, már kötelezően ilyennel szerezi, szereli szériában a BMW az autóit. Tehát nem kell ez tenni, mint a gyári BMW alkatrésznek megfelelően kódszámmal meg kellett rendelni az alkatrészt, és meg is tették. A Ebersprechert, az egy német kipufogó gyárt, egy jó minőségű gyárta egyébként, ő készíti ezt az SCR katalizátort, és a többi hozzávaló alkatrészt, az a bizonyos AdBlue tankot, és minden egyebet. Szóval döbbenetes volt, hogy megnézték, és ez a fickó azt mondta, hogy az USA-ból megrendeljük, és átépítjük önöknek az autót. Igen ám, de Azóta kérdés, jó, de hova fogják beépíteni, meg hogy fogják beépíteni. És olyan érdekes ez is, hogy a kb. 1500 eurós alk utólagos alkatrész beépítésnek gyárilag megvan a helye. Tehát a képernyő mindjárt látni fogod, gyárilag a BMW alvázába, pontosabban a, ugye eznek nincsen külön alváza, de az aljában ki van alakítva a hely neki, tehát megvan az a hely, ahova belevaló, bele ki kell venni az eredeti kipufogó csövet, és annak a helyére egy az egybe be lehet illeszteni, mondom még egyszer, gyári eredeti BMW német alkatrész, amire azt mondta a vezérigazgató, hogy három év fejlesztést igényelne. Megvan a helye, láthatod itt az üres részeknél, megvan a helye, egyszerűen csak föl kell szerelni, úgyhogy igazából semmiféle. Leszedik a régi csövet, felrakják az újat, és az AdBlue tanknak is megvan, elől azt hiszem tán a, a, lökhárító alatt, valahol a műanyag borítás alatt megvan a tanknak a helye, egy be becuppan a helyére, minden alkatrésznek megvan a hely. hiszen Ugyanabban a szériában gyártják nyilván, és ugyanabban a kasznival gyártják, és ugyanabban az előkészítéssel gyártják az amerikai modelleket is. Úgyhogy érdekes volt, hogy 1500 euróért például ez a bizonyos család, amelyiknek kicsi gyermeke van, az továbbra is használhatná az autót, és nem tudja megtenni, hogy újat vegyen, tehát muszáj lenne, hogy ezt tegye. Csak van egy probléma. A BMW nem hajlandó együttműködni. Tudnélik, az előírások szerint, amit most egy legújabb törvényt hoztak december 28-án Németországban, 2018-ban, tehát pár nappal ezelőtt, abban előírták, hogy milyen határértéknek megfelelően kell elérni az autónak, és a fölött lesznek csak kitiltások, ez 240 valamennyi. Ehhez képest most ez az átalakított BMW például, ami nem is egy kicsi autó, az ezt alulmulná, tehát nem érné el, úgyhogy nyugodtan mehetne. A probléma ott van, hogy ehhez a gyártónak, már mint az alkatrész gyártójának igazolni kell, hogy 100.000 km-ig megmarad a hatékonysága, és egy csomó minden biztonsági dolgot kell igazolni, de mert gyárlag a BMW a gyártói, és nem, legalábbis eddig nem volt, úgy tudom, lehet, hogy jövőben azért jobb útra tér a BMW, meg fogja tenni, hogy igazolja, de ha nem, akkor egyszerűen keresztbe fekszik a saját ügyfeleinek. És nézd, Azért tettem egy ilyen uh, dokumentumfilmet, a megért is beírom a linket, hogy uh, beton biztos háttér legyen, hogyha jönnek a fikázó BMW-sek, vagy a problémázósak, de nagyon fontos és nagyon érdekes dolog, hogy pont azokat veri át, akik a legfontosabbak nekik az ügyfelek. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem egy tisztességes dolog, mert itt nem arról van szó, amikor azt mondja, hogy nem lehet uh, utólag beépíteni az SCR -kazár. technikailag nincs értelme, szó szerint ezt mondta a vezérigazgató, hanem arról van szó, hogy egyszerűen nem az államot verik át, hanem a saját ügyfeleiket, úgyhogy a teszt eredménye az általában után 219 volt, magyarul pontosan negyedére csökkentette a Detroit NOx kibocsátást és a 270-es tilalmi határ alá vitte, úgyhogy a BMW együttműködik, remélhetőleg meg fogja tenni, eddig nem, akkor onnantól kezdve a BMW egyébként az egyedüli autógyártó, ami keresztbe feküdt ennek a dolognak. Tehát ő az, aki nem hajlandó. Szóval döbbenetes. Ezért mondtam, hogy én sosem lennék bmw nem csak amiatt, mert az úton a legtuskóbb és leggorombább és legagresszívebb emberek azok a BMW-sek, ez én személyes tapasztalatom, ha nem tetszik, akkor miért vettél BMW-t, de de ez ez a tény, hogy a saját gyár, pedig ez a, ez a gyár egyébként nem egy rossz gyár, hiszen jó minőségű dolgokat gyár, gyárt, tehát a BMW technológia az önmagában nem rossz, és már elektromos autójuk is van évek óta, jó, egy kicsit elmaradott, de, de azért van valami. És és egyszerűen a saját fejlődésének és a saját ügyfeleinek keresztbe fekszik. Persze érthető, hiszen új autót akarnak eladni, vegyél új autót, állam ad hozzá támogatást, ez az új. új EUR6 plusz, azt hiszem, és mi az, ami a lényeg ebből, hogy hogy gyakorlatilag az ügyfeleknek, ezek tízezreket jelentenek, hiszen ha le kell cserélni az autóját, és ezt már nem fogja tudni eladni, vagy csak minimál értéken fogja eladni, minél megveszik mondjuk a Afrikákba exportálók, ami 1500 euró, vagy pedig a kelet-európai nepperek megveszik, de ha nagy lesz a kínálat, akkor azt is nyilván olcsón veszik meg. Tehát hatalmas értékvesztésük van, és hatalmas újabb nyereséget fog csinálni a BMW, ezért csinálja valószínűleg, de láttad, nézd meg az eredeti videót, személyesen mondja ki azt a mondatot, hogy technikailag nem nem, nem, értelmes ez az ez a SCR katalizátor utólagos befeje, beszerelés, ezt a vezérigazgató mondja, tehát nem egy állítólagos dolog, és utána megmutatják tesztel, ahogy BMW gyári alkatrész beszerelnek azt, ami nincs, ami három év fejlesztés. Szóval én úgy gondolom, hogy tehát lehet valamit úgymond elsumhákolni, de ilyen mocskosú pofátlannak azért biztos, hogy nem kéne lenni az ügyfelekkel. Mi ebből a tanulság, miért beszéltünk erről? azt az ügyfeleid igazából a legkevésbé sem verheted át. Tehát az ügyfeleidet nem verheted át. Meg kell értened, hogy az ügyfeleid, pláne a mai social network és egyéb világban nagyon hamar ellenet fordulnak. Sőt, a hívőid is ellenet fordulhatnak, a hívők is kiábrándulnak egy igazi átveréstől. És azért látsz ilyet. Tehát például most, ami egyszerűen mint egy hullám söpör végig, de már elindult régebben, csak most erősödik, hogy gyakorlatilag sokan megjósolják, hogy vége teljesen vége az Apple-nek. Ezt nem tudom, hogy igaz-e, ezt nem akarom állítani, mert ott nincsenek ilyen tényszerű bizonyítékok, mint itt ebben a filmben. De az biztos, hogy miután egyre drágábban, egyre kevésbé technikai fejlesztéssel, csak a pénz húzzal az ügyfeleiről, ezért nagyon sokan az igazi hívői, az értékesítői, az influencerei fordultak ellene. És ugyanez látható persze más területeken is, a, az Apple mellett más cégeknél is van ilyen, hogy gyakorlatilag elfordulnak az ügyfelektőle, és az a baj, hogyha az influencerek, akik eddig támogatták, ellene fordulnak, akkor az igen-igen negatívan hathat, és hát igazából meg is történt a probléma, hiszen eddig mindig publikálta például az Apple a saját forgalmazási adataikat idéntől nem publikálják, vagy előző évben talán valamikor abba hagyták, hiszen azt mondják, hogy hát nem publikus. Na de miért nem publikus? Azért, mert csökken adatokról van szó. És hát nyilván ez az oka annak, és ezért mondom azt én is neked, hogy nagyon fontos, hogy az ügyfeleidet ne verd át. És ráadásul úgy vered át, ami bizonyíthatóan, nyilvánvalóan akkor az a legnagyobb butaság. És látod, nagy cégek is elkövetik ezt a hibát, nagyon nagy cégek is. Úgyhogy őszintének kell lenni, én azt szoktam mondani, és azt is teszem, hogyha valami egy gyengeségem, akkor azt is elmondom, arról is beszélek, és ha hibám van, akkor azt kiavítom. A kommunikációs tréningben, amit egyébként meg tudsz rendelni itt a videó alatt, a kommunikációs tréningben pont van egy ilyen dolog, hogyha minél hamarabb, és te magad ismered be a hibádat, akkor a negatívból előnyt tudsz kovácsolni. Nyilván, hogyha ez, mondjuk, ahogy láttuk az előbb a vezérigazgatót, az a, az a részvényesek éves közgyűlésén történik, ahol lóvét, lóvét, lóvét akarunk, ott történne, akkor nyilván ezt nem teszi meg, mert a pénz fontosabb, mint az ügyfelek. Csak hogy ez meddig lesz így, meddig lesz ez így jó? Ezt nem tudom, nem tudom. Mindenesetre neked azt kívánom, hogy legyen mindig őszint az ügyfeleiddel, és a hibázó javítsd ki mert értsd meg, a vállalkozásnak egyedüli célja, és ezt lehet, hogy nagyon magasztos megért, elvonna gondolod, de nem az. Egyedüli célja az, hogy szolgálja az ügyfeleket. És most csak azt tudom hozni az ellenmászkot, meg, a, meg a, a Teslát. Szóval nézd meg, hogy mik ennek az arányok. Akkor megvesz valaki egy autót, még a Teslánál, mindig jönnek update frissítések, folyamatosan folyamatosan nő az értéke, a használati értéke az autódnak, tehát amit kifizettél, ahhoz is még mindig kapsz pluszokat. Nézzem, mit kapok az Apple-nél. Az Apple-nél, ha nem a legújabb telefonod van, és már bevallotta ezt az Apple, akkor mesterségesen a frissítések által a régi 6-os, 7-es iPhone-okat direkt lelassítja, lelassítja, hogy olyan lassú legyen, bocsánat, hogy olyan lassú legyen, hogy inkább vegyél egy újat. Ez egy mocsok szemétség. Tehát ez egy, ez volt az a pillanat, volt még egy pár hasonló, de ez volt a pillanat, amikor azt mondtam, hogy na, hát dögöljenek meg, úgyhogy nekem sose lesz Apple uh, egyebek. A telefonomon minden, a 850 vagy 900 kontaktom minden rajta, hogy azt nem biztos, hogy könnyen le fogom tudni cserélni, ha bár már láttam egy eppet, amivel egy az egybe át lehet migrálni, azt nem tudom, hogy hallottatok akkor, vagy írjátok le, ha talpasztaltatok, vagy tudtok ilyenről, át lehet migrálni, át lehet tenni a teljes adatbázisát az embernek, embernek a egy Androidra, mondjuk egy Samsung, vagy, vagy Huawei, vagy bármilyen telefonra. Úgyhogy kérlek, írd meg a véleményedet, mit gondolsz erről, Mit gondolsz arról, hogy megteheti ezt egy gyár a saját forgalma, a saját nyeresége iránt? Megteheti, hogy a saját ügyfeleit, a legfontosabbat, a leghűségesebbet, a hívőit, az fogja és egyszerűen átveri. Családokat ver át. Mindenkit. Úgyhogy ez a kérdésem. Egy kellemes napot kívánok neked, és egy kellemes hetet. Holnap egy kicsit könnyebb téma lesz, de ez már nagyon bántotta a csörvet, és akkor megnéztem, és láttam, hogy ez mindez állami tévében van. Nem tudom, magyar állami tévében mondjuk, ebben van kormánykritika is bőven. Mehetne egy kormánykritikus videó, de valószínűleg nulla percet csak. Úgyhogy sok sikert neked, ciao.